Szeptember 11-e, új élet otthon. Mai igénk a Római Levél 8. fejezetének 15-től 17-ig teljedő versei. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét, örökösei Istennek. Arról nem szól Jézus példázata, hogy hogyan teltek a hazatért fiú hétköznapjai otthon, vagyis hogy milyen az újjászületett hívő élete. Az azonban kiderül, hogy az a fiú bélesnek akart hazamenni, tehát arra vágyott, hogy újra az apját szolgálhassa. Addig azt hitte, a maga ura volt, de kiderült, hogy kényszerhelyzetbe került, sötét erők rabszolgája lett. Most nem ő akar már uralkodni önmagán, hanem átadja az uralmat apjának. A megtérés, uralom átadás. Más kérdés, hogy az apja nem szolgaként fogadja vissza, hanem fiaként. Mi a különbség? Abban semmi, hogy a fiaknak is dolgozniuk kellett, és nekik is az apa a gazda parancsolt. Csak hogy az egykori tékozló most már önként vállalta ezt a szolgaságot, ő lennek a lehetőségnek, s mint fiú egészen más helyzetben volt. A szolga béjaért dolgozik, a fiú az apja iránti hálából és szeretetből. A szolga idegen, a fiú a sajátjában van. A szolga parancsot teljesít, a fiú érti is, mit miért kell végeznie. A szolga munkaviszonya bármikor megszűnhet, a fiú biztonságban van. Tudja, hogy el nem szakasz tőle már, sem élet, sem a halál. Isten közelengedi magához gyermekeit, saját lelkét adja nekik, megbeszéli velük terveit, kijelenti magát nekik. Ezért vágyik Isten gyermeke megismerni, a mennyei atya gondolatait, ezért olvassa a Bibliát, így hallgatja az ige hirdetést, ezért ölm neki az imádkozás, ezért kéri, taníts akaratot teljesítésére. És a gyermek örkös is! Isten gyermeke is védkezhet, szerető atya ellen de nem ez a jellemző. És ő már észlel minden bűnt az életében, tudja, hogy Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni.